Köszöntöm nézőinket! Önök az M-Plain Televízió hírműsorát, a Hírhét adását látják június 2-án, szerdán este 19 órától. Híradónk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján nyitja meg kapuit a megújult Rákóczi tábor. Befejeződött a Pálházi Általános Iskola fejlesztése. Az időseket érintő csalások elkerülésére hívja fel a figyelmet a rendőrség. A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én újra megnyitja kapuit az immáron felújított Rákóczi tábor. Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke az M-Plain Televíziónak elmondta, egy nagy álom vált valóra azzal, hogy a magyar kormány támogatásával megvalósult ez a beruházás. A komplexum átadására a meghívott vendégek mellett 500 fiatalt is várnak. Valóban az utolsó simítások zajlanak a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. Az építkezésben és felújításban résztvevő szakemberek és dolgozók mellett a Rákóczi Szövetség munkatársai is aktívan kivették részüket a feladatukból. Június 4-én pénteken a Nemzeti Összetartozás napján a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján ünnepélyes keretek között ismét megnyitja kapuit a komplexum. Itt találkozik az Alföld a hegyvidékkel, itt találkozik az itthoni magyar, a külhoni magyar. Valahol itt for össze és itt ér egybe a magyar nyelv határa a velünk együtt élő kárpát-medencei népek nyelvével. Tehát ez nagyon sok szempontból egy varázslatos hely. Legalábbis mi úgy tekintünk Sátoraljaújhelyre és arra a táborra, amit két évvel ezelőtt a magyar kormány bizalmának és támogatásának köszönhetően megvásárolhattunk egy mai időket kiszolgáló konyhatechnológia, egy diákétterem, egy szállodaétterem 150 főbefogadására alkalmas három csillagos besorolású szobák állnak rendelkezésre. A kerti vendégházak szintén megújultak, így a teljes szálláshely kapacitás az 500 fő. Megépült egy 200 fős konferenciaterem, ami szintén olyan audiovizuális technikával van kialakítva, ami megállja a helyét. Egy telekommunikációs bázisállomást sikerült kiépíteni. Hasonló munkálatok zajlanak majd a jövő éven is, hiszen a fejlesztések itt korán sem értek véget, tette hozzá az elnök. A műszaki szakemberek szerint azt jelenteti, hogy jövő év márciusára megépülhet egy 500 fős sportcsarnok, egy olyan kilátással, gyakorlatilag az egyik oldala egy nagy üvegfal lesz, ami ugye az Alföldre néz, és látszik mindaz, ami a táborból is egy zöldtetővel valósulna meg ez a sportcsarnok. Ehhez nyilvánvalóan épül egy nagyméretű medence. Jelenleg is van egy medence, viszont azt elbontjuk, és annál egy sokkal nagyobb épül, ami hozzá van rendelve a tábor kapacitásához. Két nagy sportpálya, egy szabadtéri színpad belátóval. Ezek azok a tervek, amikkel folytatni szeretnénk. Csáki Csongor azt is hozzátette, hogy a tábor nyitva áll majd mindenki előtt, aki a térség szépsége mellett az itt rejlő kulturális, történelmi értékek és örökségek megismerésével, a szövetség értékrendjével összhangban szeretnék hasznosan eltölteni szabad idejüket. Egyközben a Pálházi Általános Iskola központi szerepet tölt be, hiszen 14 településről érkeznek ide diákok tanulmányaikat folytatni. Az oktatási intézmény már nem volt megfelelő állapotban, emellett a tornaterem sem volt alkalmas a használatra. Ezért is volt fontos az épület teljes körű felújítása. A fejlesztés során átalakítások is zajlottak, valamint gépészeti és villamossági berendezések korszerűsítése is megvalósult. Közel 400 millió forintból valósul meg a hely közinnyelvoktató szlovák nemzetiségi általános iskola felújítása és korszerűsítése. A legnagyobb átalakítás a Pálházi Intézmény tornatermét érintette, ahol mozgáskultúrát fejlesztő termet és tánctermet alakítottak ki. A projekt megvalósítására nyert összeget a Sárospataki Tankeleti Központ saját forrásból egészítette ki, hogy az intézmény udvarán egy játszóteret alakíthassanak ki. Pálházi általános iskola, ugye a hegyközi általános iskola egy
komplett térséget, kis térséget fog át. Éppen ezért volt számunkra rendkívül fontos, hogy az itt tanuló gyerekek ugyanolyan esélyek között tanulhassanak, mint bárhol máshol Magyarországon. A tankerület azt a 358 millió forintos visszanemtérítendő támogatást a saját forrásával igyekezett kiegészíteni és segíteni, amely a megújult tornaterem mellett, a multifunkciós terem mellett, az iskola különböző részeinek felújítása mellett a gyerekek kinti tartózkodását is megkönnyíti, így éppen emiatt döntöttünk úgy, hogy saját forrásunk terhére, saját költségvetési forrásunk terhére a gyerekeket meglepjük egy játszótérrel is. Ez hála jó Istennek elkészült. A projekt megvalósulása nem csak a diákok, hanem a tanárok szempontjából is fontos volt, hiszen az elektronikai rendszerek megújításával minden teremben elhelyeztek digitális eszközöket, melyek a diákok fejlődését szolgálják, de több szempontból is előnyös volt a felújítás. Térségi feladatot lát el, és hát valójában ezért is építették ezt az iskolát lassan egy év, fél évszázaddal ezelőtt, csak azóta nem történt felújítása. Így régi vágya volt nem csak Pálházának, hanem a Hegyköz gyerekeinek is, hogy egy megújult iskolába tudjanak tanulni, és emellett azonban fontos volt, hogy a mindennapos testnevelést is el tudják végezni, hogy fel kell újítani a tornacsarnokot. Így több pályázatot összerakván sikerült elkészíteni és megnyerni ezt a közel 400 millió forintos beruházást. Az intézménybe 14 településről érkeznek diákok a tanulmányaikat folytatni. Ez a beruházás ezért is volt fontos, mondta Szebeni Endre polgármester. Egy nagyon nagyszerű létesítményt adtunk át a mai napon, hiszen az 1986-ban épült korábbi tornaterem már teljesen elavult, szinte alkalmatlan volt a napi testnevelés órák megtartására, és ezáltal ugye a gyerekek sem érezték olyan jól magukat. Itt most egy új komplexum került átadásra, amely bizton mondhatom, hogy hosszú távon, hosszú ideig fogja szolgálni az oktatás, nevelés munkájának a szinten tartását vagy színvonalának emelését, mind a diákok, mind pedig a pedagógusok munkáját segítve. Azt remélik, hogy az oktatási intézmény még több évig ki fogja szolgálni Hegyköz településének gyermekeit tanulmányi szempontból. A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár elkészült a nyári és őszi programjaival. A pandémia miatt egy időre a könyvtárnak is be kellett zárnia, ezért nagyon remélik, hogy sok lesz az érdeklődő a programok kapcsán. Ezek között lesznek egészségvédelmi és gyerekprogramok, valamint író-olvasó találkozók. Újra nyitott a könyvtár felnőtt és gyermek részlege. Várják az olvasókat. A könyvtár 2019-ben kihasználta a még kínálkozó pályázati lehetőségeket, és eredményesen szerepelt azokon. Ennek köszönhetően a könyvtár több mint 2 millió forintot nyert. Ez adott lehetőséget arra, hogy programot szervezzenek a Kossuth Lajos Művelődési Központtal együttműködve. A pályázat célja a lelki egészség elérése. Ezáltal 6 programot tudnak majd megszervezni. Optimistán az egészségért a lelki egészség elérhető, ezt a címet adtuk neki, és nem titkoltan azért, mert mint művelődési intézmény a könyvtár is, mi könyvtárosok is mindig azt tartottuk célra vezetőnek, illetve hivatásunknak, kötelességünknek, hogy hozzánk forduló, minket megkereső látogatóinkat, olvasóinkat segítsük egy kicsit ezekben a nehéz időkben, de nem csak amíg nehéz idők járnak ránk, hanem egy picit mindig szeretnénk, hogy a kikapcsolódás, a felüdülés legyen a könyvtára helyszíne az ő látogatásaiknak, és úgy menjenek el tőlünk, hogy picit megerősödve lelkileg, az egyensúlyukat visszanyerve, úgy térjenek vissza, hogy ide érdemes, mert olyan könyveink vannak, és olyan programjaink vannak, amelyek ezt erősítik, és ebben segítik őket, és ehhez nagyon jól illeszkedett ez a pályázati felhívás, amely során 6 programot tudunk majd szervezni, mint már említettem, a művelődési központtal közösen. Június 3-án kezdődik a pályázati program megvalósítása 2 órától. Egy író-olvasó találkozót szerveztek kisiskolások részére, ahol Beck Andrea írónő lesz a vendég.
rá is azért gondoltunk, mert a pályázat összeállításánál igyekeztünk azt szem előtt tartani, hogy a városunk minden korosztályának tudjunk olyan programot nyújtani, ahova szívesen ellátogat, amit egy picit ezek után a nehezebb hónapok, majdnem csak már évek után eljutottunk, tehát most, hogy a könyvtárunk is ki tud nyitni, végre nem csak a küszöbön tudjuk fogadni az olvasókat, akár könyvcserére, akár rendezvényre. Ezt követően a rendezvénytéren az Alma Együttes műsorát tekinthetik meg. Ősszel a Város hetére szervezték a Kávészünet zenekar koncertjét. Október 4-én Endre Judit fog érkezni a Városi Könyvtárba. A sokszínű programokkal várják az érdeklődőket. Egyre gyakoribb a környékünkön a telefonos csalások. Erre hívta fel a figyelmet a Sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság. A csalók jellemzően telefonhívásokkal próbálkoznak idősebb polgároknál, akik sok esetben nyugdíjasok. Általában ugyanazzal a történettel keresik fel gyanútlan áldozatukat, mégpedig, hogy az unokájuk külföldön balesetet szenvedett, és egy megadott bankszámla számra kérik a nyugdíjasokat, hogy küldjenek egy bizonyos összeget. A Sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság arra kéri az idősebbeket és nyugdíjasokat, hogy fokozottan figyeljenek arra, kinek veszik fel a telefont. Egyre több esetben történik feljelentés a Sátoraljóújhelyi rendőrkapitányságon telefonos csalásokkal kapcsolatban. A digitális fejlődésnek köszönhetően egyre nagyobb teret hódítanak az internetes csalások is, jellemzően kereskedelmi és közösségi oldalakon terjedő reklámfelületeket használnak az elkövetők. Azonban már környékünkön is tapasztalható volt az úgynevezett unokázós csalók megjelenése, akik telefonon keresztül érik el a gyanútlan nyugdíjasokat. Most már sajnos itt is megjelent az úgynevezett unokázós csalás, amikor adataink szerint külföldről egyszerűen a telefonkönyvben kikeresve a sértettek vezetékes telefonszámát, általában időskorú sértetteket hívnak fel különböző legendákkal, hogy az unokájuk autóbalesetet szenvedett külföldön, kórházi ellátáshoz szükség van egy nagyobb összegű készpénzre, és arra kérik a megijedt időskorú sértettet, hogy azonnal utalja át a gyakran 1 millió forintot, vagy több milliós nagyságrendű készpénzt az elkövetők számlájára. Juszko Attila arra is felhívja a figyelmet, hogy körültekintően böngészünk eladó áruk között az online téren, és lehetőleg ne előreutalással fizessünk, hanem utánvétellel, ezzel is kikerülve azt a lehetőséget, hogy bankkártya adatainkat ellopják. Az utóbbi időben, az utóbbi években nagyon sok ilyen bejelentést kapunk. Általában a kereskedelmi felületeken, internetes kereskedelmi felületeken hirdetnek meg a piaci árnál jóval kedvezőbb áron szerszámgépeket, mezőgazdasági gépeket, majd arra kérik a sértetteket, hogy a vételárat vagy egy nagyobb összegű előleget utaljanak el előre az elkövetőknek. Aztán miután ez az átutalás megtörténik, rendszerint elérhetetlenné válnak, és nem kapják meg a megrendelt, megvásárolt terméket. A rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot, hogyha észlelték a csalókat, és megtörtént a baj, azonnal tegyenek feljelentést. A hétvégén hazai pályán fogadta a Hidas Németi futballcsapata a Sárospataki Tornaklub játékosait, ám ekkor már biztos volt, hogy a házigazdák a megyei első osztályú bajnokságot megnyerték. Az esemény kapcsán az is elhangzott, hogy ez azért is fontos, mert a felnőtt csapat játéka példaértékű lehet a fiatalabb utánpótlásban játszó ifi sportolók számára. Az 1200 lelket számláló Hidas Németi számára kiemelkedő eredmény, hogy a település futballcsapata megnyerte a megyei első osztályú bajnokságot, mondta Becse Csaba polgármester annak a közönség találkozónak a keretében, amelyet összekötve a Sárospataki Tornaklub csapatával vívott, a házigazda szemszögéből küzdelemnek kevésbé nevezhető mérkőzés keretében szerveztek. Elsősorban Hidas Németire a labdarúgás, és emellett a sakkszakosztály működik még ezek a jellemzőek, de volt birkózó szakosztályunk is. A legnagyobb sikereket természetesen most értük el az idén, hiszen megyei első osztályú bajnokok soha nem voltunk még, és jogot szereztünk így az MB3-ba való osztályozó lejátszására is, amely jövő héten és azután való hétvégén lesz megtartva.
várhatóan. Az ősz az még nehéz volt, 5. helyen zártunk, de tavasszal minden mérkőzést megnyertünk, és sikerült nagyon komoly vetétársakat megelőznünk, és az első helyen végeznünk. A legutóbbi mérkőzés alkalmával is csak záporoztak a gólok a hálóba, bár elég egyoldalúra sikeredett, hiszen a házigazdák újabb és újabb góllal örvendeztették meg a szurkolókat. Igazából az a lényeg, hogy minél több nézőt vonzon, hiszen ez egy szórakozási lehetőség, és nem csak a játékosokról szól, hanem azt gondolom arra a 150-200 nézőről, akik rendszeresen kilátogatnak ide a hidasnémeti meccsekre. És amellett, hogy az utánpótlás jó példának tekintse a felnőtteket, és egyre több gyerkőc, illetve fiatal labdarúgónk legyen. Nagyon nagy eredménynek tartom, hogy bajnok csapatot ünnepelhetünk itt Hidasnémetiben, hiszen a megyei első osztály bajnoki címét megnyerte. Ezzel egy óriási lépést tett afelé a csapat, hogy az osztályozó után esetleg az MB3-ban folytathatja tovább a munkát. Óriási eredménynek tartom ezt, hiszen egy kis településről van szó, és mutatja azt, hogy van értelme és értéke annak, hogy az összefogással támogassuk ezt a csapatot, hiszen bajnok csapat lett, és lehetőség van arra, hogy tovább lépjen. A hidasnémeti csapata végül 6-1-re nyert a patakiakkal szemben. Most pedig egy rövid hírrel folytatjuk. A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház honlapján közölte, hogy hosszantartó súlyos, de türelemmel viselt betegség után 77 éves korában elhunyt dr. Kósa Emese főorvosnő. Azok közé az orvosok közé tartozott, akik a legrégebben dolgoznak az egészségügyi intézményben. Dr. Kósa Emese Vásáros Nabényben született 1944. január 2-án. Egészségügyi pályáját 1962-ben Máté Szalkán kezdte, 1970-ben szerzett orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 51 éven át volt a kórház dolgozója. Mintegy 40 éven át irányította, vezette odaadóan a pszichiátriai ellátást, mint osztályvezető főorvos. Szakmai ismereteit folyamatosan bővítette, mind egyéni ambíciója, mind a hivatalos továbbképzések révén. Ezzel is segítve a pszichiátriai betegek ellátását, ugyanakkor gondot fordított a szakdolgozók tudásának folyamatos bővítésére, az osztály minden munkatársára is odafigyelve. Hosszú évtizedeken át folyamatosan dolgozott a közegészségügy a betegek javára. Munkásságát 2004-ben és 2009-ben a Zempléni Betegekért díjjal ismerték el. Híradónk végén nézzük még egyszer fő híreinket egy-egy mondatban. Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján nyitja meg kapuit a megújult Rákóczi tábor. Befejeződött a Pálházi Általános Iskola fejlesztése. Az időseket érintő csalások elkerülésére hívja fel a figyelmet a rendőrség. Híreinket újra megnézhetik a www.zemplintv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük van, írjanak nekünk a zemplintv@zemplintv.hu e-mail címen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!